Megtelt a Pécsi Nagy Lajos Gimnázium tornaterme. Középiskolások ismerkedtek itt azokkal a felsőoktatási intézményekkel, ahol tovább tanulhatnak az érettségi után. Ebben a részben pedig azokkal a cégekkel, iskolákkal, ahol a szakmatanulásban nyújtanak segítséget. Ma már az egyetem mellett sem lehetetlen a gyakorlati szakmai tudás megszerzése a duális képzésben, mondta a megnyitón a helyi iparkamara titkára. Vagyis mikor az elméleti tudás mellett gyakorlati tudásra is szert tesznek a cégeknél. Mi azt gondoljuk, és a kamara nem csak, hogy munkát, aktivitást, erőfeszítést, pénzt tesz ebbe, de hiszünk is benne, hogy a duális képzés, amikor a hallgató, a fiatal, a középiskolás gyerek az iskolában és a cégnél az idejét megosztva tanul, az a leghasznosabb módja annak, hogy valaki egy szakmát elsajátítson. Az építőiparra gondolunk, szerkesztő úr, akkor ugye azt látjuk, hogy ha keresünk egy építőiparban járatos, jó szakembert, akkor most már lassan, mint az orvosoknál éves várakozási idők vannak. Amikor elvégzi a munkát és benyújtja a számlát, akkor pedig jön a hanyattesés, hogy mi történik. Ezzel azt akarom mondani, hogy szakmát tanulni nem csak hivatástudatból vagy szerelemből érdemes, hanem hogyha valaki az egzisztenciáját akarja építeni, akkor ma Magyarországon a szakmából meg lehet élni. És úgy meg lehet élni, hogy jönnek vissza. Persze kétirányú a folyamat, mennek el, de nagyon sokan jönnek vissza, távol vannak a családtól. Tehát elment Nyugat-Európába, asztalos, burkoló, kőműves, hegesztő, lakatos, forgácsoló, PLC-s, mondhatjuk a szakmákat, elkezdtek visszajönni, mert Magyarországon is olyan mértékben emelkedik a fizetés, hogy megéri lassan a családdal együtt itthon dolgozni. Úgyhogy nekünk ez az üzenetünk, hogy bárki, akit nem vesznek fel az egyetemre, vagy hogyha az egyetemi tanulmányai mellett van ideje, módja, akkor válasszon szakképzést, tanuljon egy szakmát. És ugye két szakmát ingyen meg lehet tanulni ma Magyarországon. Tehát valaki beül az iskolapadba, úgyis élethosszígtartó tanulás van, és ugye ezek nem üres szavak, akkor válasszon egy szoftverest, meg válasszon valamit, amit a kezével kell csinálni. A középfokú szakképzésben a duális képzés az egy évtizedes hagyomány, és ugye a felsőoktatásban is bevezetésre került, Pécsen is a műszaki karon, most már a közgázon, egész jó számokkal, nagyon jó cégekkel, tehát az egyetemen tanuló fiatalok is, ha a duális képzésre jelentkezik, akkor tanulja az elméletet az egyetemi padokban felkészült professzoroktól, és utána ezt a tudást fogja elsajátítani konkrétan, gyakorlatban, egy valós céges körülményes szituációban. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy gépészmérnök, az bele fog látni a PLC programozásba. A cégnél lehet, hogy hegeszteni is fog. Ha más nem, akkor legalább a gyakorlat, hogy tudja, hogy egy méter varratot milyen nehéz egyenes varratot létrehozni. Úgyhogy az egyetemi felsőoktatásban is létezik a duális képzés. Érdemes szakmát tanulni akkor is, ha nem azonnal megy valaki a felsőoktatásba. A szakmai oklevél megszerzése később jól jöhet a továbbtanulásnál, hiszen pluszpontokat jelent a felvételin, így növelve a fiatal szakemberek esélyeit. Ebből is látszik, hogy már nem igaz az a kijelentés, hogy a szakmatanulásból nem vezet út a felsőoktatásba, sőt a szakmai végzettség kifejezett előnyt jelent, mondják az iparkamaránál. Ezt az üzenetet szeretnék átadni a pályaválasztási rendezvényeken is a középiskolásoknak.